rossz és igazságtalan bírói ítélet született Gyöngyöspata ügyében. Erről Horváth László miniszterelnöki megbízott beszélt reggel a Kossuth Rádióban. A kúria a héten döntött arról, hogy ki kell fizetni a 100 millió forintos kártérítést a balliberális kormányok alatt bevezetett szegregáció miatt. Orbán Viktor úgy fogalmazott, onnan, ahol legfelsőbb bíróság van, nem látszik Gyöngyöspata igazsága. A fizetés azért kéne az enyém romát, hogy nagyon gyengén élek. Hiába ajánlott a kormány államilag elismert szakképzést, idegen nyelvi órákat és a munkaerőpiaci beilleszkedést segítő foglalkozásokat a gyöngyöspatai romáknak a korábban elszenvedett szegregáció miatt. Kedden a kúria elutasította a Heves megyei település felülvizsgálati kérelmét. A kúriának egyértelműen nem volt az álláspontja. A legfőbb bírói fórum polgári kollégiumának szóvivője Simonné Gombos Katalin döntést azzal indokolta, nincs jogi lehetőség arra, hogy a roma családok pénz helyett más formában kapják meg a szegregációból eredő 100 milliós kártérítést. Az a következtetés volt csak levonható. Történeti és jogalkotói célkitűzésnek megfelelő teleológikus jogértelmezés segítségül hívásával, hogy a nem vagyoni károk megtérítésénél a kártérítés megítélésének egyetlen lehetséges módja a pénzbeli kártérítés. A gyöngyöspatai roma családok nevében az egyik Soros György által támogatott alapítvány indított pert, de korábban maga a milliárdos spekuláns is megszólalt az ügyben. A romák szenvedik el a legtöbb diszkriminációt, ők a legelnyomottabb kisebbség Európában. Küldetésem részévé tettem, hogy segítsem őket. A keddi ítélet annak ellenére vált jogerőssé, hogy a település akár csődbe is mehet. De az sem volt elég nyomós érv a kúriának, hogy közben kiderült, az iskolában uralkodó állapotok miatt a nem roma származású diákok tömegesen mentek át a környező települések tanintézményeibe, és sorra mondtak fel a tanárok is. Minősíthetetlen hangon beszéltek velünk, volt fizikai bántalmazás is az elmúlt másfél évtizedben. A bírói döntés rossz és igazságtalan, fogalmazta meg véleményét a térség kormánypárti országgyűlési képviselője Horváth László a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Már az előzményi perekben is úgy gondolta a lakosság többsége, hogy mélyen sérti az igazságérzetet az az ítélet, ami megszületett, és hát az, hogy a kúria ezt változtatás nélkül helyben hagyta, jóvá hagyta, az ezt a csalódottságot csak növelte. És valóban úgy gondolja nagyon sok ember, hogy az igazságszolgáltatástól nem kap igazságot. Olyan jogszabályváltozásokat fogunk előidézni, amely megakadályozza, hogy ilyesmi még egyszer előforduljon. Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában azt mondta, ő ezt elvi alapon közelíti meg, hogy a kisebbség egy felépített hálózattal rákényszerítheti az akaratát a többségre. A miniszterelnök szerint az nem elfogadható, hogy a többségnek idegennek kell éreznie magát a saját hazájában. Én is jogi végzettséggel rendelkező ember vagyok, és azt kell mondanom, ez a bírói ítélet úgy, ahogy van, igazságtalan. Jogot szolgáltat, igazságot meg nem szolgáltat. És úgy látom, hogy innen a budapesti 5. kerületből, ahol a legfelsőbb bíróság van, nem látszik Gyöngyöspata igazsága. De mi meg fogjuk keresni azt. A miniszterelnök azt mondta, megvárják, amíg a kúria ítéletét leírják, azt alaposan áttanulmányozzák, és azután döntik el, hogy tesznek annak eleget.